A szakmai vizsgákra vonatkozó egyedi miniszteri határozat április végén jelent meg, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum pedig azonnal nekilátott a vizsgák feltételeinek megteremtéséhez. Gurbánné Papp Mária igazgató elmondta, a különös helyzetre való tekintettel a május-júniusi időszakban a fenntartó 10 iskolájában kizárólag írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgákat, valamint gyakorlati vizsgákat tartanak. Az írásbeli vizsgák május 25-e és május 29-e közötti időpontokban lesznek, a gyakorlati vizsgákat pedig május 4-e és június 15-e között szervezzük meg. Természetesen ezeken az írásbeli vizsgákon is a maszkviselete kötelező, gumikesztyű viselete pedig megengedett, és mindemellett 10 fertőtlenítőszert is biztosítunk a vizsgabizottság és a vizsgázók számára, és ugye arra törekszünk, hogy valamennyi vizsgahelyszínen megtörténjenek a fertőtlenítők, előkészítjük a tantármeket. Ugye különös helyzetünkből adódóan a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban 2 intézményben már hetekkel ezelőtt elkezdődtek a maszkok készítése. A Nyíregyházi Veselényi és a Tiszavasvári Szakgimnáziumban készítettek maszkot tanulók, illetve pedagógusok, gazdasági dolgozók, takarítók is. Hasonlóan az érettségihez, az írásbeli vizsgák alkalmával be kell tartani a szükséges védőtávolságot, egy teremben pedig maximum 10 fő vizsgázhat egy időben. Gurbánné Papp Mária hozzátette, nagy kihívást jelent, hogy a gyakorlati vizsgák esetében minimalizálni kell a személyes kontaktusokat, ezért úgynevezett demonstrációs környezetet kell létrehozni a tanulók számára. Ilyen vizsga például mondjuk az ápolóvizsga, ahol most egy demonstrációs tanterembe kerül sor a vizsga lebonyolítására, ahol kórházi körülményeket hozunk létre, vagy hát ahhoz hasonló környezetet próbálunk kialakítani, és itt a szükséges segédeszközök ugyanúgy rendelkezésre állnak a tanulók számára, csak itt most a betegek, úgynevezett torzók, vagy betegápolási babák lesznek, helyettesítik a betegeket ezzel a kollégák, vagy például a pincérvizsgánál, ahol most nem lesznek vendégek, akiket kiszolgálnak, képzeletbeli vendégek lesznek, és mondjuk a válaszokat a vizsgabizottság tagjai adják meg természetesen több méter távolságból. Vannak olyan vizsgák, és itt mondanék 2 példát, a kozmetikus fodrászvizsga, ahol ugye modellekre van szükség. Ebben az esetben megbeszéltük a vizsgabizottsággal, kollégákkal, és természetesen a tanulókkal is, hogy olyan modelleket fognak idén hozni, akikkel egyháztartásban élnek, rokonok, és ahol csak lehet, mondjuk ezekben az esetekben is helyettesítjük a modelleket például babafejekkel. Az igazgató elmondta, a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy a fennálló egészségügyi kockázatot figyelembe véve eldöntsék, részt kívánnak-e venni a vizsgán. Gurbánné Papp Mária arról számolt be, a vizsga kihagyása esetén semmilyen hátrány nem éri a tanulót, hiszen az leghamarabb az őszi vizsgaidőszak alkalmával pótolható lesz.